egyszer is várunk benneteket vissza ide a térdre. Így van, 10 órán belül várunk mindenkit, és nagyon-nagyon fogunk nektek örülni, és remélhetőleg a járvédét is tudnak tombolni, tapsolni, amikor a célvonalhoz közeledtünk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, run! Nagyon jó versenyzés mindenkinek! Óriási tömeg, 421 versenyző az 54 kilométeres szalagon. Köszönjük pár vagy délután. Ez 4,4 km és 48 perc. És most már érzem, hogy rá van basztam volt a 132 km-t. Ja, elkezdve meg Nyakas Gábor, aki ott második volt. Legalább a 10. helyen futott. Ő persze a leghosszabb távon futja a 10. helyezését. Hello! Hello! Most már a Bükkös patak földjébe ereszkedünk le.
11 kilométert mutat a pulzusmérő, az 54-ből. Most megvan az ötöde. Mondjad, hogy megy? 112 km-es távon. Ügyesen halad. Egész jó, most jön a meleg, innentől kell majd oda figyelni. Hát fia, a viszont ha még egybe vagy, akkor itt még Visegrádig is oké, az még akkor rendben van. Innentől kezdve már gyakorlatilag. Tehány kilométerben mennyi? Most 74-et mutat az órám. Hát ez már biztató. Meglátjuk. Hát a bemelegítés meg volt. Meg, most már úgy érzem, hogy melegek az izmai. Innentől kezdve, ami a csőben kitér. Csak kell futni. Ja. Csak futni kell, semmi. Na akkor hajrá. Köszönöm, neked is hajrá, Gábor. Megnézzük a kínálatot. Kérlek, itt mikor nyitott ez a pont? 3:40-kor, de már 5 óra után itt voltunk. Aha. Hát akkor, bár itt amúgy is korán kezd. Igen. Meg megszalagoztam. Ja. Na, azt tök jó. Dömös lepem, te filisztent lehet. Biztos elégedettek a futók. Reméljük. Valaki beszámol, hogy érzi magát akkor? Ezt megköszönjük. Nagyon fázom. Az ja, sány kilométernél tartasz? Az eső az jobb lenne. Ja, aha. Eső van, akkor meg meglepődtem, hogy itt még volt egy kis sár. Na jó. Hol van? Az jó, fog esni. Ja, meg lesz citrom Visegrádon. Kis só paradicsom. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast, love. I'm telling slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster and baby there's no laughter coming out of your mouth. And running lately.
akkor egy menet közi interjút. Egy bemutatkozást először, aztán hogy érzitek magatokat? Szocsapka Gábor, hello. Volt már jobb, mint egy... Mind a ketten a leghosszabb távon mentek. Így van, a pirosan. Király. Meglátjuk itt a... Friss idős rendben van, gyomor is rendben van, láb is. A lábat azért érzem, de hát szerintem természetes irány volt szóval körül. Aha. Hát, rendben vagyok. Ja, király. Hát az időben még rengeteg van. Én pedig ma kezd vagyok. Én most kezdem a holdpontot érezni. Aha. Hát akkor megyomsz valami gét, vagy valami sótavit, meg ilyesfélét. Túl leszel a volt ponton paprétik, aztán utána meredekeken már frissen, fiatalosan. Én. Jaj, jaj. Elcigány kerekezünk rajta. Nem probléma. Kincsi rész az útvonalnak, de ez már még egy sokkal durvább. Jó, hát igen, de... Ja, tudom, igen. Bejártam, ismerem, igen. Na és mert akkor mutatkozz be te is, hogy hívnak meg, hogy érzed magad? Nagyon jól, de még nem mentük fel a Vöröskőre. Majd utána is kérdezd meg. És hogy hívnak? Tóth Iris Beáta. Oké. Okay. És egyébként mi nem jártál ezzel az útvonalon? Nem. Aha. Ez az első. Aha. Hát figyelj, ahogy így most jössz, nem lesz gond. Figyelj most, azt látom, hogy ha az ember nem esett szét, akkor maximum lassabban megy fel. Szia. Jaj, hát meg tényleg, ha az ember rendesen frissített, akkor igazából, meg így közel a célhoz, nincs min izgulni. Szépen felsétálgat, ha kell, akkor akár kicsit megáll. Mondjuk tényleg eddig nem okozott gondot, voltam bejáráson is, meg volt egy alkalom, amikor háromszor egy nap megcsináltam. Nem, hát figyelj, prédikáló széken emelkedőn voltál már? Nem. Ja, na majd akkor egyszer. Tessék? Ja. Hát akkor ez szép vállalás ez a mai. Köszönöm. De előtte aszfalton mennyire futott a hosszúakat? Fél évet előtte. 33 már meghúszabb aszfalton. Nem futok aszfalton, mert aha, bírja az üzemet. Ja, tehát akkor elég hamar váltottál a telepre. Igen. Aha. Mások ismerőseim, mint telepesek. Ők már ultráznak. 112-en van. Jó, egyébként azért óvatosan érdemes. Pont írta a Facebookon egy hölgy, hogy kicsit túlfeszítette a dolgot. Igen. És aztán nem is tudott rajtolni, mert szóval, meg amúgy is mondják, hogy nem jó azt elkapkodni, szép lassan építkezni, ízületeknek hozzá kell szokni, bizony, meg izomzatnak. Hát de a szíve viszi az ember, ezt a hölgyet is vitte. Aha. Nem tudom, hogy minél hamarabb rájövünk. Hoztam, állom, köszönöm.
Akkor ott bekapcsolom a kamerát, ha majd... Ó, az igen. Van egy kis tömeg. Hallihó. Hello, hello. Szia. Hello. Hello, szia. Hello. Na, remélem minden oké. Hello. Na, szintén. Sziasztok. Hello. Hello. Ú, de jó idő van. Hello, minden oké. Egyint egy gyors interjút. Hát figyelj, grillsütőt elérte az üzemanyagfokot. Szép a pálya, hát ez egy legendásan jó pálya. Klassz minden. Nehezén túl vagyunk, nem? Ja. Na, jól van. Hú. Hajjó. Mit tudsz mondani mai napról? Hogy érzed magad? Hogy bírjátok? Nektek kell jól bírni, mert nekünk. Milyen csodák vagyunk. Melyik gruppettó összejövett el? Ex-gruppettó. És meddig vagytok itt? Hát gondolom, hogy 6-ig, talán 6. Fél 6. Nyitottunk. Sziasztok! Sziasztok! Halihó! Halló, halló! Halló! Hajrá, hajrá! Hajrá! És azt hiszed, hogy ez kemény, utána még lesz egy még személy. De nem, szerintem az nem személy, nem. Tehát lehet, hogy kit lehet, hogy alatta mostanában a másik, tehát ez brutál meredek, tehát ez... Brutál meredek, a másik rohadt alatta. Igen, a másiknál az a rossz, hogy nem tudod, hol a vége. Meg ott már közel a célja, hogy ilyen, az, mondom, nekem arról az ugrik, hogy tényleg, hogy alatta most. Szóval kitalálták csanyáik, hogy erre jöjjön. Jön a végén valami masszív. Na hát vöröskő, 15 óra 8 perckor. Jaj, de jó. Kicsit még a levegő is mozog. De bizony, de jó az a szellő. Jó néz ki, szó se róla. Hát az, igen, az a hegy a következő. Arra megyünk fel, csak előbb. Itt lemegyünk a, hát valamennyi a tövébe, és onnan, de majd a vége lesz csúnya, az alja még az ilyen lankásabb. A vége lesz ilyen alatta most szemét. Kihezdem a szerencsém? Való gondolás. Na, örülök, hogy találkoztunk. Hogy érzed magad? Így az utolsó emelkedő utolsó méterein. Cefetül, de most már várom a végét. Tudom, hogy itt van valahol. Aha. Tavaly itt volt. Jajaj. Hogy bírtad a meleget, meg az emelkedőket? Az emelkedőt az jobban, a meleget az nagyon rosszul. A lefelében van gondom. Aha. Megbírja a lábam. Akkor ez volt ilyen terefutás virág a legkomolyabb idénre? Igen, Mátrabérc volt. Meg ez. Azért jó, hogy van az embernek a bot.
gyönyörű kilátás van őre felé. Mutatni fantasztikus. Hát igen, ez parádésen gyönyörű. Hát az a helyzet 15-55 van, és körülbelül 42, hát már pici kimarad nekem, 42 km körül lehetünk, vagy több. Mi annyit jelent, hogy max 12 km a célig. Hát én a másfél urat már be kell érni. Két kilométeren indult Viktor, és egy Györgyi Gábor megörökíti a feljelkezését. Tóki pedig még talán Gábornál is volt. Vagy egy órával hamarabb jöttem be, pedig nem siettem. Jó volt, csak kicsit meleg. Nekem is. Jó, lehet, hogy van rosszabb is. Szerencsé, hogy rövid volt. Krisztina és Andrea. Gratulálok. Halihó. Gratulálok. Hát ezért futottam 54 kilométert. Ja, na jó, azt hiszem, hogy... Aranyosi Mónika szökken a cél felé.